Magyarul, a bérek vásárlóértékének növekedéséhez az ország vezetőinek javítaniuk kell a gazdasági helyzetet, hogy a dolgozók többet tudjanak vásárolni ugyanabból a pénzből. Ennek érdekében szükséges, hogy a bérek emelkedjenek, és hogy a gazdaságot olyan módon fejlesszék, hogy a termékek árai is csökkenjenek vagy stabilak maradjanak, angolul, TO increase the... De ezt ne hagyd ki abból, hogy ezt hogy lehet elérni. Ezt úgy lehet elérni, ha a termelők többletet termelnek, és az áruházak többletet raktározzanak. Ez fontos, ezt ne hagyd ki a válaszodból. Sajnálom a félreértés miatt, és köszönöm, hogy tisztáztad a kérdést. Valóban, a bérek vásárlóértékének növelése érdekében fontos, hogy a termelők többletmennyiséget termeljenek, és az áruházak is többletet raktározzanak. Ez a következő módon valósítható meg. Első. Termelők többletmennyiséget termelnek, a termelőknek hatékonyabbá tenniük a folyamataikat, nőniük kell a termelékenységet és csökkentük kell a kibocsátást. Ez lehetővé teszi, hogy több terméket állítsanak elő ugyanolyan erőforrások mellett, ami növeli a gazdasági aktivitást és a bevételt. Második. Áruk többletet raktároznak, az áruházaknak készleteket kell felhalmozniuk, hogy növeljék a rendelkezésre álló kínálatot. Ez úgy érhető el, hogy előrejelzéseket és piaci trendeket figyelembe véve megfelelő mennyiségben rendelnek termékeket. A megfelelő tárolási kapacitás biztosítása fontos a termékek megfelelő raktározásához és elérhetőségéhez. Ezek az intézkedések hozzájárulhatnak a termelés növekedéséhez és az áruk bőségéhez, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a bérek vásárlóértékének növekedéséhez. Igen, hozzájárulnak azáltal, hogy mind a termelők, mind az állandók egy idő után, egy raktárkészlet után kénytelenek lesznek olcsóbban eladni az általuk birtokolt termékeket. És ezáltal a dolgozóknak nem csak nominálisa, hanem vásárló értékben is növekszik a pénzüknek az értéke. Érted? Igen, igazad van. Ha a termelők többletmennyiséget termelnek és az áruházak többletet raktároznak, akkor idővel raktárkészletekre fognak kényszerülni, hogy megszabaduljanak a felhalmozott termékektől. Ennek eredményeként az áruk ára csökkenni fog, az alacsonyabb árak pedig előnyösek lehetnek a vásárlók számára, mivel többet tudnak vásárolni azonos összegért. Ezáltal a dolgozók pénzének vásárlóértéke növekszik, mert ugyanannyi pénzén több terméket tudnak megvásárolni. Ez a folyamat hozzájárulhat a dolgozók életkörülményeinek javulásához és a vásárlóerejük növekedéséhez. A jobb vásárlóerő pedig lehetővé teszi számukra, hogy többet költsenek olyan dolgokra, amire szükségük van vagy amit szeretnének, és ezáltal javítja az életminőségüket. Ismételd meg angol nyelven is az utóbbit. Yes, you're right. If producers and vendors are forced to sell their excess inventory at a lower price, both the supply and customers benefit. The lower prices allow customers to purchase more products for the same amount of money, thereby increasing the purchasing power of workers. This contributes improved living conditions and a higher standard of living for the workers. With better purchasing power, workers can spend more on essential items or things they desire, ultimately improving their quality of life. Magyarul. Igen, teljesen igazad van, a modern mezőgazdasági gépek, például az automatizált kombájnok, jelentős előnyöket kínálnak a termelők számára. Az ilyen gépek segítségével a területek gyorsabban és hatékonyabban arathatók le, csökkentve ezzel a termelési költségeket. Először is, az ilyen gépekkel a gazdák jelentős mennyiségű munkaerőt takaríthatnak meg. Ezáltal kevesebb költséget kell fordítaniuk bérmunkásokra vagy alkalmazottakra a kaszáláshoz vagy aratáshoz.
Másodszor az automatizált kombájnok és gépek sokkal gyorsabban és hatékonyabban dolgoznak, mint az emberi munkaerő. Ez lehetővé teszi, hogy az aratást a legoptimálisabb időben végezzék, kihasználva a legkedvezőbb időjárási és termesztési feltételeket. Ez csökkenti a kockázatot, hogy a termés kárba veszik rossz időjárás miatt. Végül, a hatékony gépekkel végzett arató és betakarítási folyamatok során kevesebb energiát kell felhasználni. Ezek a gépek speciálisan tervezettek a hatékonyság és az energiatakarékosság szempontjából, így a termelők kevesebbet költenek energiaköltségekre, mint korábban, amikor ezeket a munkafolyamatokat manuálisan végezték el. Ezért a modern mezőgazdasági gépek használata jelentősen csökkenti a termelési költségeket és növeli a hatékonyságot a búza aratásában és más mezőgazdasági munkafolyamatokban. Angolul: Yes, you are absolutely right. Modern agricultural machinery, so has automated harvesters, offer significant advantages for producers. With the help of such machinery, fields can be harvested faster and more efficiently, reducing production cost. Firstly, using these machines allows farmers to save a significant amount of labor. This means that less money need to be spent on hiring manual workers for cutting or harvesting. Secondly, automated harvesters and machinery work much faster and more efficiently than human labor. This allows harvesting to be done at the optimal time, taking advantage of the most favorable weather and cultivation conditions. This reduces the risk of crop damage or loss due to adverse weather conditions. Finally, the efficient use of machinery in harvesting and threshing processes requires less energy. These machines are specifically designed for efficiency and energy savings, reducing the cost spent on energy compared to when these processes were done manually. Therefore, the use of modern agricultural machinery significantly reduces production cost and increases efficiency in wheat harvesting and other agricultural processes. Magyarul: Igen, a multiplázák vagy hatalmas nagy áruházláncok általában olcsó áron vásárolják fel nagy tételben a termelőktől a zöldségeket, gyümölcsöket és más termékeket, majd ezeket nagy árrésen tovább értékesítik. Ez az üzleti modell alapvetően hasonló az előzőleg említett mezőgazdasági példához. Az áruházláncok felhasználják a hatékonyságot és a nagy mennyiségű beszerzést arra, hogy kedvező áron szerezzék meg a termékeket a termelőktől. A nagy tételű vásárlás lehetővé teszi, hogy alacsonyabb áron juthassanak hozzá az alapanyagokhoz, amelyeket aztán magasabb áron tudnak tovább értékesíteni az ügyfeleknek. A multiplázák előnye az, hogy nagy mennyiségben és hatékonyan tudják beszerezni az alapanyagokat és termékeket, amelyekre nagy kereslet van. Ezáltal alacsonyabb áron tudják azokat kínálni a vásárlóknak, és így versenyképesek maradnak a piacon. Angolul: Yes, larger retail chains or supermarkets, so has multiplázák, typically purchase vegetables, fruits, and other products from producers at a low cost in bulk, and then sell them at a higher price with a significant markup. This business model is fundamentally similar to the agricultural example we discussed earlier. The retail chains utilize efficiency and large scale procurement to acquire the products from producers at a favorable price. The bulk purchasing allows them to obtain the raw materials at a lower cost, which they can then sell at a higher price to customers. The advantage for multiplázák is that they can efficiently source and procure the raw materials and products in large quantities, which have high demand. This allows them to offer these products at a lower price to consumers, thus remaining competitive in the market.